Mocson, a mezőség északi részén, Kolozs és Maros megyék határán heti vásár van. Ami viszont megkülönbözteti a mócsi vásárt az Erdély többi részén tartott vásároktól, az a helyieknek ugyan fel sem tűnik, ám az ide látogató azonnal felfigyel rá. A mócsi vásáron egy szűcsmester is van. Jó napot! Jó napot! Én mint telefonáltam önnek, örömmel, Balázs János vagyok. Ez ön portékái? Igen, igen. Volt-e ma? Hát egy méretet vettem egy olyan mellénynek, mert nem volt eléggé nagy. Igen. Kicsit hosszabbra kell. És egy ilyen övet adtam. Aha. Ennyi. Hát még nincs hideg, ugye? Nincs hideg. Igen, ahogy jön a hideg, akkor meg megnézi pokit. Vagy nem ütve. Da, mi portébuna is, amit is nézik. Mi lásztik. Köszönjük. Szentjénye, nem szóval én csinálja. Szentjénye, nincs. Na. Ezt hagyja itt. Aztán utána kényelni. No, tép kellé, no, no, jól lepáltatok. Ez meg szépen. Plecseni. Szoktam volna, hogy vényedek, hanem vényedek. Csak maga szépen. A középkortól a legutóbbi évtizedekig a vásárok tele voltak a saját termékeiket áruló, kínáló kisiparosokkal. Cipészekkel, szabókkal, csizmadiákkal, szűcsökkel, lakatosokkal, fogácsásokkal. Mára alig-alig lehet találni vagy egyet közülük. A kisipari termékek kimentek divatból, illetve nosztalgia termékként találnak gazdára olykor. Hanem a vásárlók amúgy nem nagyon tülekednek. Aki megáll is, az is inkább csak érdeklődik. Messze még a tél, véli a mester, és lassacskán kezdi összeszedni a portékáit. De nem árul sokat. Nem. Egy bőrt és egy övet az... Nagyon kevés. A szűcsmester Mocstól a községközponttól 4 kilométerre levő faluban mezőkeszűn lakik. Egy ősi mesterség, a kisipari módszerekkel űzött bőrfeldolgozás egyik utolsó képviselője ő. És nem csak szabja varja a bőrt, hanem jobb híján neki kell érlelnie is. Kicsit. Ezt naponta minden nap meg kell forgatni, ameddig az kidolgozódik. És így úgy vannak berakva, hogy ezt egyiket lenyomom, és túlfelől visszajön. Feljön a másik. És addig nyomjuk, ameddig meg kell számoljam, mert tudom benne, be van 20, a másikban van 30, a másikban 25. És addig, ameddig mindegyiket így átforgassuk, így. Értem. És ezt nem lehet csak... Meleg időben, meleg. Mikor hideg van, már nem még dolgozódik ki. Tehát csak nyári, télen, csak télen nyár, nem. Nem. Most is lemenjen, és akkor így lassan mind feljönnek, mind fel. Akkor, mikor befejezzük, akkor egyikkel így lefedjük. Ez a munkálat így bezárul, így lefedődik, és kész. Ez így marad holnapig. És akkor holnap előről? Holnap újra. Egészen... Hány van? 4 kád? No. Háromban van, egyik üres, abban nincs. Ja, igen. Abban nincs semmi. Itt... Ez ilyen keskeny? Igen, ez ilyen keskeny, ez körülbelül még egy ilyen széles kell legyen. Így kinyújtsuk, így a... Hű! Addig nyújtsuk, ameddig kinyúlik. És akkor, ahogy nyúlik, úgy puhul.
Nézze meg, lássa itt már milyen puha. Igen. Ehhez képest. Igen, bizony, ez a merevebb. Igen. Ez egy elég nehéz munka itt, ezzel meg kell dolgozni. Meg kell. Na, ez készen is van itt, és akkor most vetesszük ide. Van egy ilyen kés, amivel megfogjuk, és még nem történik meg, hogy beszakad, így amikor a késsel megdolgozza? Hát van, amikor megtörténik, de már annyi év után már... Hány éve tetszik dolgozni? Hát több mint 30 éve. Ez igen. És a kések mind meg vannak itt kerekítve, így nem egyenesben vannak, mi lát, tetszik látni ilyen. Hogy ne legyen sarka. Ne legyen sarka, igen. És akkor a széleit mind szépen így ki. De az azért van, hogy a vállához támassza. Igen, onnan nyomom, jobb erő van. Ez kicsi ez a gér, de amik nagyobbak, azoknak nagyon keményen kell rányomni, hogy... És a nyugből az vastag. Vastag, igen, nagyon vastag. Van nyugőrenk is ottan, például az a kettő. Igen. Azok még nincsenek így lekemve, de... Nyugőrből mi készül? Mert tetszett mondani, hogy hát ilyen... Nyugőrből ilyen juhászbundák készülnek, de mi nem készítünk olyasmit. Épp akartam kérdezni, hát még viselnek? Én gyermekkoromban, mi ugye rég volt, akkor láttam még, hogy... Még viselnek a juhászok, de mi nem készítünk, mert nem sportam soha. Na, így néz ki a bőr, már ki van jutva. Aha. Így. Na. Mi van itt még? Akkor meg vannak ezek a... Ez a fajt bőr, ez már olyan, mint az, meg van szárosztva, és most ezt le lehet pucolni, hogy ilyen legyen. Uh-huh. Ez a kidolgozás, az utolsó, már a kidolgozás. Ezt is ide beveteszem, és megmutatom, hogyha... Már ilyen gipszel, így leszúrjuk. A gipsz az mit csinál? Hát az a zsírt oldja, vagy? Nem a zsírt, hanem van ez a hús rajta, és a hús mögé megy, és... Értem. És akkor lepereg róla. Ezt is kell tudni eddig, mert ha nem, akkor addig suroljuk meg kiukat, hogy kijön a gyapjutón fel. Ha körülbelül ennek már elég, akkor van egy másik fajta kés. Van. És akkor ebben is. Ez kézi, csak ilyen. Értem. Hát amíg ön ezt a gyakorlatot megszerezte, mennyi idő kellett, mennyi idő alatt tanulta? Hát két évre voltam. Inos. Kettő. Két évre voltam elmenve inosnak, de mondjuk meg lehet hamarabb egy kicsit tanulni, nem kell itt a két évben. És sok gyakorlat az. Na, most ez, és akkor végére vesszük a smirli papír, ez rendes smirli papír. Igen, ilyen, igen. Mivel itt ajánlom. Aha. Így lepucoljuk, ameddig az egész ilyen, ez a hús nem lesz többet rajta. A szilléig. Vannak gépek is, amivel lehet, de... Önnek is vannak, vagy... Hát van egy gépem, amivel még lemenjen, de nem 100%-ba. Mivel, hogy nem húsolom le géppel, csak kézzel húsolom, és akkor nagyon sok hús marad rajta. Kicsit leengedem a géppel, és a többi, ami marad, azt ott kézikéssel és ilyen smikkel, mint addig, ameddig az ez... Azzal kifinomítja. Azzal kifinomítom, ameddig így lenne. Ön ezeket a szerszámait honnan szerezted? Hát ezek a szerszámok, ezek készítve vannak, nem üzletben nem lehet vásárolni ilyesmiket. Azért kérdezem. Nem, ezek készítve vannak. Mikor végeztem az inasságot, ott egy
ács mester, ez ilyen asztalos, ő készítette. Ez 30 évnél többiek is ilyen. Volt, nagyobb volt, ilyen volt. De az évek alatt elkapott. Ezután mi következik? Következik a festés, és a festés után ki kell szegezzük ki az olyan, mint egy vasalás, a ilyen nagy deszkarámákra. Igen. Kiszegezzük, és úgy megszárad, és úgy marad a bőr szépen kinyúlva. Akkor megint feljön ilyen késsel, megint borzítva, úgy, hogy legyen olyan, mint a... Akkor sokat dolgozik egy bőrrel. Hát, sok munka van a bőrrel. És azután jön a szavas. De ennek most sok folyamatja van ennek a munkának. Nem lehet egy hét alatt, vagy egy... Tehát egyszerre több bőrrel csinálja végig ugyanazt a folyamatot. Igen. Egyiket mossuk, a másikat fessük, a másikat... De a többi munka az már nem itt zajlik, ugye? A szabás van, nem, az a, van egy másik, nem műhely, így ilyen műhelyféleség. Hát csak műhely, na. Műhely. Ott van meleg, ott van varrógép, ott van, ott szabjuk, forrjuk őket. Jó napot kívánok! Milyen szép munkákat is csinálnak? Hát igen, ő a feleségem. Igen. Ő hímezi a mellényeket, a mezőségi viselet, mezőkeszői viselet ez. Ennek a falunak a viseletje. Értem. Vannak virágok, tulipánok. Tessék mondani, kérdezem a kedves feleségét is, ez férfi vagy női? Ez férfi mellény, és ezek a fehérek, ezek a legrégebbiek. Milyen fehérre tetszett gondolni? Hát ez az alapja, ez fehér. Igen. Jó, és ez egy külön bőr, ja, itt igen, rajta. Ez rátét. Aha. Minden rá van varva kézileg, kézi igen. Hímzés, nem géppel van semmi. Tetszik látni a másik felől. Nem látszik sehol, hol, ami... Az öltés, igen. Igen, az öltések. Ezt hogy tetszik csinálni? Hát... Nem mondhatom, hogy nagyon egyszerű, mert mivel bőre varom, nem egyszerű. És elég nehéz ez is, amíg hát. Átszúrják, és annyi öltést átszúrnak rajta. Igen. Sok időbe telik, ameddig egy ilyen mellény elkészül, de mikor kész van, nagyon szép. Kérnek még? Igényelnek ilyesmit? Hát még igényelnek. Igényelnek, csak legyen idő és erő megvarni. Szóval többet is kérnének, mint amennyit hát meg tudnak kérnének, csinál. Mondjuk. Magyarországról meg. Néptáncosok inkább. Azok kérik. De hát igen, viselni... Így tudják értékelni, mit jelent egy ilyen mellény. Ünnepnapokon, konfirmációkor viselnek-e ilyesmit a keszülyek? Konfirmációkor nem. Hát ünnepnapokon van, aki felöltözik. Van ilyesmi. Lehet, van. Hogy régebb akkor felöltöztek, de most már nem. Most már nem. Na, bocsánat, mert tetszett mondani, hogy na, kész, itt kezdődik az igazi munka, igaz? Amit ott a csűrben ön igen. Elkezdett. Itt mivel folytatja? Itt itt vannak a bőrök, ezek már kész, le vannak. Igen, amit festve. Mondott, hogy igen. Le van festve. Ezek igen. Így le vannak festve, és akkor ezekből szabunk. Itt vannak a minta után szabunk, azután dolgozunk. Akkor ha női kell, akkor itt a női minta. És van különböző méretre ilyen szabás mintája? Nem, ez az egy minta van, és ez tehát a centissel addig... Jön egy kövérebb kliens. Igen, akkor addig engedem, ameddig eltalálom azt a méretet. Igen. A minta egy, akkor... Szélesebbre, nagyobbra, kisebbre, ha kell, rövidebb, feltűrjük, ha kell, hosszabb, engedjük.
Akkor ez női mellény, mint mezőkeszői viselet. Van több mintával, van kevesebb, melyik a aki gazdagabb volt, az dúsabb modellt választott, és aki kevésbé volt gazdag, az kevesebb. Az egyszerűbben. Igen, egyszerűbben. Tessék mondani, egy ilyennek a kivarrása időben mennyi? Hát több mint egy hónap. Hűha. Igen. Rengeteg időt igényel. Ez egy mellény, ez több mint 100 éves. Ezt használjuk még, mint a... Megnézzük és varja. Ez szerint. Még a feleségem tatájáé volt, és őrizzük, mert érték. Itt ezen a vidéken önök kívül még van mester? Még van egy Vajdakamaráson, egy öreg bácsi, akinél tanultam én, van 80 év körüli. Jó mesterség, akkor jó is volt annak az idején, de most már mind gyengül és gyengül. Miért? Hát a vásárló nem vásárolnak, nem. A régiek, akik vásároltak, azok már nincsenek, és a fiatalok szégyellik, ha járjanak ilyen. De ez nem divatos. Nem divat, igen. Még vásárolnak, meddig még, addig még dolgozunk. Miután megszűnik, mind kevesebb lesz, akkor kénytelenek leszünk félbe menni. Meglátjuk, mi lesz. Hát, ha megint divatba jön. Hát, várjuk.